Sziasztok! A mai webizódban azzal az anyaggal fogunk kísérletezni, ami maga az élet. Vajon mi lehet az? Nem a DNS, hanem a víz. Bár egyes kutatások szerint most már kiderült, hogy a víznek is van kettő spirál szerkezete. A víz olyannyira maga az élet, hogy nem csak táplálja az életet, de az élő szervezetekből magába is tudja szívni a bioenergiát, ezzel pedig át tudja hangolni a saját molekuláinak a rezgését, tehát áttér egyfajta biorezgésre. Most azt mutatom meg nektek, hogy hogyan tudjátok átprogramozni a vízmolekulákat. Ehhez két dolgot kell tudni. Az egyik, hogy a víz energiája ugyanúgy hullámtermészetű, mint a biorezgéseké. A másik pedig, hogy ahhoz, hogy a víz kellően át tudja venni a rezgéseiteket, fel kell egy kicsit dúsítanunk. Ez talán furán hangzik elsőre, de simán megoldható a szódium-hidroxid nevű anyaggal. Amikor ezt vízbe teszitek, felbomlik szódium és hidroxid ionra. Így néz ki a természetes szódium-hidroxid. Nem kell megijednetek, az ionok jó dolgok. Ezek megtalálhatók a vérünkben, a sejtjeinkben, de még az agyunkban is. A szódium vegyele egyébként ugyanúgy Na, mint a nátriumé. Ez azért van, mert a szódium, a nátrium természetes megjelenési formája. Elkülöníteni egyébként kifejezetten a megjelenésük, előfordulásuk szerint lehet őket. A nátrium olyan mérgező vegyszerekben fordul elő, amelyeket mindenképpen kerülni kell, például a konyhasó, az ételízesítőkben levő mesterséges ízfokozó, vagy éppen a lefolyó tisztító. A szódium viszont ott van az organikus brokkoliban, a szívünk által pumpált vérben, és a paleo receptekből jól ismert közkedvelt gesztenyében is. Ebben a kísérletben egyébként biokatalizátor szerepe lesz. A szódium ion mellett a másik ion, ami keletkezik, a hidroxid ion. A képletéből látjátok, hogy ez már majdnem olyan, mint a víz, egy hidrogén kéne még hozzá. Tehát, hogyha a hidroxid iont hozzáadjuk a vízhez, akkor lényegében egy 1,2-szoros víz keletkezik. Ez pedig már elég dús ahhoz, hogy át tudja venni a rezgéseinket. Persze még így is több óra kell ahhoz, hogy kellően át tudja venni a rezgéseteket, úgyhogy sokáig kell magatok mellett tartani, a legjobb, hogyha éjszakára beteszitek az ágyatok alá. Az így feltöltött víz már ugyanúgy fog viselkedni, ugyanúgy fog reagálni a különböző rezgésekre, mint a saját szervezetetek. Gondolom látszik, hogy én mostanában nem sokat alszom, mert elég sokat stresszelek. Biztos ismeritek azt az érzést, amikor úgy összeszorul a gyomrotok az idegtől. Ez sajnos a vízemen is meg fog látszani. Ebbe a palackba például munkahelyi levegőt zártam. Figyeljétek meg, mi történik akkor, amikor hozzátöltöm az energiáimmal feltöltött vizet. A látvány szerintem önmagáért beszél. Ne stresszeljetek sokat, és egyetek sok biobrokkolit. Sziasztok! Oké, április 1-je van, ez az egész úgy volt baromság, ahogy csak van. A palacban egyébként széndioxid volt, ehhez öntöttem hozzá nátriumhidroxidot. Amikor ezek reakcióba léptek egymással, akkor víz és nátriumkarbonát keletkezett. Mivel a gázhalmazállapotú széndioxid elreagált, ezért lecsökkent a nyomás a palacban, a külső légnyomás pedig behorpasztotta azt. A szódium előfordulási helye pedig nem a brokkoli, hanem a silányan fordított sorozatok.